Tudjuk, hogy a földi létezés nagyon nem egyszerű, és rengeteg viszontagságon kell keresztül menni. Aki ezt az utat vállalja, biztos, hogy nagyon elkötelezett, és ehhez a fajta misszióhoz rengeteg erő, energia és hit kell. Szerintem hit nélkül nem lehet végigcsinálni ezt az utat, Tudják ezt azok, akik különleges vállalással érkeztek a Földre. Nem olyan régen olvastam egy cikket, ami arról szól, hogy a földi létezés, az itteni viszonyok mennyire elszakadtak az isteni mintától, és a Föld az, ami a legmesszebb, a legtávolabb került a rendtől. Hát azt gondolom, hogy ezért van itt ilyen sokféle nehézség, viszontagság. Ezért van az, hogy ennyi szenvedést és fájdalmat kell átélnie az emberiségnek, amivel én nagyon nem értek egyet, de hát ez van. És nyilván, hogy nem véletlenül jöttünk ide, főként a mai korszakban, mert látjuk azt, hogy mennyi behatás van, és szerintem vannak itt olyanok, akik ezeken a behatásokon próbálnak úgymond enyhíteni, vagy akár megváltani az itteni helyzeteket. Az is eszembe jutott, igen, hogy az emberekben alapvetően van egyfajta megváltói attitűd, hát nem mindenkiben nyilván, de én azt veszem észre, hogy nagyon sokan ilyen szemlélettel és beidegződéssel élnek, hogy mindenkit, vagy nagyon sok embert, és úgy egyáltalán a világot szeretnék megváltani. Aztán lehet, hogy egy idő után rájövünk arra, hogy ez a megváltás globálisan lehetetlen vállalkozás, és lehet, hogy egy idő után, amikor benő a fejünk lágya, akkor tulajdonképpen ezekről a megváltói attitűdöktől megválunk, és azt mondjuk, hogy hát éljük az életünket úgy, ahogy tudjuk és maximum saját magunkat próbáljuk valahogyan megmenteni, de hát mindenkit lehetetlen. Ahogy mondtam, én nagyon nem értek egyet azzal, hogy ilyen sokféle nehézség van a Földön. Szerintem túl sok van, és túl nehezek ezek az ügyek, de lehet, hogy nekünk ilyen sokat kell fejlődni, és egy olyan szintet kell megugorni, ami már egy nagyon nemes állapot felé vihet bennünket. Hát tudjuk azt, hogy milyen sokféle súlyzó van itt, nyilván. És azt is, hogyha ezeket a súlyzókat felvesszük és használjuk őket, akkor hova juthatunk el? Hát azt is mondhatnám, hogy a tét az nem kicsi, hanem nagy, nagyon nagy, és tényleg nagyon nagyot lehet fejlődni ezekben a berkekben, a fizikális viszonyokban. Épp az imént vázoltam fel azt, hogy én úgy gondolom, hogy az Isteni minőség nem ölt testet, tehát nem jön a földre, nem nyilvánul meg, azért, mert számára nagyon le kellene csökkenteni a rezgés szintet, a tudatállapotot, de én azt is gondolom, hogy erről a fajta állapotról nem úgy kellene beszélni, hogy ez egy személy, és lehet, hogy nem is kellene megszemélyesíteni és emberi tulajdonságokkal felruházni, mert itt mindig egy rendszerről beszélünk, egy olyan átfogó rendszerről, ami állandó, ami szilárd, és ami mesteri szinten van. Mégis vannak olyanok, akik magasabb szintekről szálltak alá, és emberi testet öltöttek, és vállalták az itteni kaminót, kaminókat. Én nem gondolnám, hogy ők istenek megtestesülve. Én azt gondolom, hogy lehetünk nagyon közel ehhez a minőséghez, de mivel emberi testekben foglalunk helyett, ergo egy sokkal alacsonyabb rezgés szintben és tudatosságban, ezért mi van, milyen formán csak utánozhatjuk ezeket a mintákat. Tehát igen, vannak itt olyanok, akik magasabb rezgés érkeztek a, a, földre, és ők nyilván, hogy más dolgokról fognak beszélni, mint egy úgymond átlag ember, és vállalhatnak bizonyos szent utakat azért, hogy másoknak segítsenek, és egy sokkal magasabb szintet érjenek el itt a Földön. Igen, vannak olyanok, akik Szent Útta, Misszióval élnek, vannak jelen. A Szentség számomra mindenképpen tisztaságot és szeretetet jelent. Hát látjuk azt, hogy sok szeretet szolgáló is megnyilvánult a Földön. Én azért azt gondolom, hogy vagyunk egy páram, akik vállalták ezt a nagyon nehéz utat, azért, hogy támogassanak, és hogy ezt a magas fokú energiát elültessék. Jó kérdés az, hogy még egyszer ezt megtenné-e az ember, azok után, hogy tudjuk és látjuk azt, hogy milyen helyzetek vannak. Én a nehézségekre, és ezekre a nagyon gonosz behatásokra úgy tekintek, hogy mindig fejlesztenek. És én azt szoktam megnézni ezekben az ügyekben, hogy én milyen dolgokat tudok kihúzni, felszínre hozni saját magamból ezen ügyek által. És meg kell mondanom azt, hogy rengeteg tétel került felszínre ilyen ügyek által az elmúlt évek, vagy akár évtizedek alatt, hiszen mondhatom azt, hogy körülbelül olyan húsz éve dolgozom így, tehát húsz éve tanulok ilyen tételekről, és húzom ki magamból, és adom át ezen ügyek által. Tehát, ahogy mondtam, azért bizonyos súlyzokra, és furcsa állapotokra szükségünk van ahhoz, hogy ezeket a benső tartalékokat, hogy azt is mondhatnám, hogy az erőt mozgósítsuk, vagy aktiváljuk. Igen, szerintem ez az aktiválás a legjobb szó, kifejezés, mert nagyon-nagyon sok minden van belénk ültetve, de ezeket nem mindig aktiváljuk, és az is lehet, hogy nagyon sokan nem is tudják azt, hogy mennyi szellemi kincs, vagy mennyi szellemi kincset rejtenek, és hogy mennyi energiát, és milyen nagy tudást. Nagyon érdekes az, hogy mennyi minden bújik elő, hogy milyen sok tétel lát napvilágot, én is meglepődöm, és úgy vagyok vele, hogy minden napot ajándékként élek át, pontosan azért, mert minden egyes nap tartogat egy-egy ilyen meglepetést. És nagyon sokszor nem tudom azt, hogy másnap, harmadnap, vagy akár egy-két hét múlva. Milyen új tételekről számolhatok be, vagy mit tudok még kihúzni saját magamból? Ugye ezek így automatikusan jönnek, és hát, ahogy mondtam, számomra is meglepetés az, hogy mennyi mindent hordoz az ember önvalója. Hát nyilván, hogyha nem lenne ez az út, ez a feladat, akkor az ember sem nyilvánulna meg a Földön, és nem öltött volna testet. Én egyébként abban hiszek, hogy lehetünk valamiféle szóvivők, közvetítők, és igen, képviselhetjük azt a fajta minőséget és a rendet, amiről az elején beszéltem, és az elmúlt 564 vagy 5 előadás kapcsán. Azért bámulatos az, hogy 565 adás készült négy év alatt. Egyik nap kérdeztem meg, az egyik barátnőmtől, hogy szerinte, vagy ő tud-e olyat, aki olyan előadott, akinek ilyen sok előadása van. És ugye mindegyik különböző téma. És hát négy év alatt sikerült ezeket létrehozni, ami szerintem nagyon rövid idő. Hát jó kérdés az, hogy ki az, aki még ennyire intenzíven dolgozik, én most erre a kérdésre nem akarok válaszolni, mert nyilván mindenkit én sem ismerek. Bár azért tudom és látom, hogy milyen előadók dolgoznak például nálunk, az országban, és úgy általában a nagyvilágban, a földön. <laughs> Azt nem tudom, hogy más dimenziókban, kik tevékenykednek ennyire aktívan, bár azért szerintem ezt lehet érezni valamilyen szempontból. Tehát igen, azért én azt gondolom és azt látom, hogy vagyunk egy páran, akik egy ilyen utat és missziót vállaltak, és akik nagyon intenzíven dolgoznak napjainkban, biztosan azért, mert ők is tudják azt, hogy, hogy milyen viszonyok között élünk a mai korszakban, és hogy mi a feladatunk. Hát szerintem egyre több feladat van, bár én azt gondoltam, hogy egy idő után már letehetjük a lantot, de nagyon úgy tűnik, hogy nem. Mert hogy még mindig nincs vége egy-két dolognak, amit ugye meg kell oldani, vagy nagyon sok dolognak, és hát valószínű, hogy még mindig nem pihenhetünk. Bár nem tudom, hogyha már most letennénk a lantot, és nyugalmi állapotba vonulnánk, akkor, akkor mit csinálna az ember? Ugye, hát ez nagyon jó kérdés. De hát ilyenről szó sincs, úgyhogy vinni kell tovább ezt a missziót, és ahogyan mondtam, minden nap egy-egy új meglepetés és ajándék. Én azóta érzem magam nagyon önazonosnak, amióta ezeket az adásokat készítem, mert ezekről tudom azt, hogy hogy én vagyok, illetve rosszul mondom, szerintem nagyon sok embert vagy személyiséget átfog, vagy átfognak ezek a megmozdulások. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a történetben nagyon sokan foglalunk helyet. Na most azt is tudjuk, hogy azért ahhoz, hogy az ember egy ilyenfajta utat válasszon, ahhoz nagyon sokféle terv kell, vagy előkészület, Nyilván. Tehát azért ezt a munkát is nagyon sok minden megelőzte, és arról is beszélni kell, hogy az ember ebben a munkában nincs egyedül. Hát úgy, ahogyan én sem. Lehet, hogy én vagyok a szóvivő, és én vagyok az, aki mindig megszólal. Hát nyilván azért, mert nekem van gyakorlatom, rutinom, hat éves korom óta, ugye, ezt a szakmát viszem, 35. esztendeje. Tehát azért kellett 35 év. Hogy az ember ennyi tapasztalattal rendelkezem, de ahogyan mondtam, nagyon sokan vagyunk lehetünk ebben a történetben. És természetesen nekem is vannak segítőim. Ha ők nem lennének, akkor nyilván hogy nem is tudnám vinni vállalni ezt az utat, ezt a missziót. Lehet, hogy név szerint nem említem meg őket, és nem tárom a nagy nyilvánosság elé, hogy kik azok, akik mondjuk mellettem vannak, és fizikálisan is segítenek, és persze itt olyanokról is beszélni kell, akik szellemiségben és a lelkiségben vannak mellettem, mert nem mindenkivel ápolok ugye fizikális viszony kapcsolatot, viszont tudom azt, hogy mennyien csatlakoztak ehhez a munkához vagy misszióhoz, vagy hogy mennyien vannak ebben a közegben, aurában. És azokról is beszélni kell, akikkel konzultáltam, arról a több száz emberről, mert ők is nagyon sok energiát és hitet adtak nekem. És persze fordítva, tehát ez a kapcsolat kölcsönös. És ahogyan mondtam, igen, vannak olyanok, akik fizikálisan segítenek, tehát rájuk is nagyon nagy szükség van, tehát akikkel abszolút uh, találkozom és uh, személyesen is megoldunk bizonyos ügyeket, nyilván, mert hát mivel fizikumban foglalunk helyet, tehát ezt a síkot is rendbe kell tenni, mondjuk így, és gondozni kell ápolni, de ugyanúgy a szellemi és a lelki berkeket is. Igen, és az a jó, hogyha ez az egész így egy egységben van, harmóniában. Hát én azt gondolom, hogy így próbálom ezeket az energiákat mindig kiegyenlíteni, és mindenkire valamilyen szempontból odafigyelni, akik valahogyan támogatják az itteni munkát, és akik energiát adnak. Tehát ez egy közös vállalás. És én azt gondolom, hogy ezeket a vállalásokat, feladatokat, és egyáltalán azt, hogy milyen utat kell bejárni ezt a missziót, már sokkal korábban megbeszéltük, megvitattuk, mint ahogyan a tényleges munka elindult. Nekem van egy olyan tapasztalatom, hogy mindent szellemi elképzelés előz meg. Sőt, én erről az útról már 10-12 évesen is írtam, vagyis 30 éve. Tehát én már 30 évvel ezelőtt is felvázoltam ezt az utat rajzok és írások keretében, történetek által, és leírtam, lerajzoltam azt, hogy később, felnőtt koromban, most, ma, milyen feladatokkal kell lennem. És ugye én ezt az utat tulajdonképpen hogyan szeretném bejárni. És természetesen olyan embereket is rajzoltam eme történetben, mert hát ott sem vagyok egyedül, akik ezt az utat támogatják, és ezek az emberek sorban megjelentek az én életemben. Én a nevüket is leírtam, a keresztnevüket, azt is, hogy milyen foglalkozásuk lesz, hogy hol fognak dolgozni, nagyon sok mindent. Tehát azért itt vannak nagyon érdekes és titokzatos ügyek, amelyekről én már beszéltem, és egyáltalán nem lepődtem meg azon, hogy ezek az emberek megjelentek az életemben. És még vannak olyanok, akik fizikálisan nem jelentek meg, noha tudunk egymásról, és tudjuk azt, hogy valahogyan támogatjuk egymás útját, mert igen, én azt vettem észre, hogy akik ebben a misszióban, vagy az én életemben benne vannak, és megjelennek, ők is nagyon hasonló vállalással vannak jelen. Hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen formán ikrek vagyunk, ebben a vállalásban és misszióban, vagy legalábbis nagyon hasonlatos utat viszünk. Én ezt abból látom, hogy ugye ki mit jelenít meg. Hát ők is alkotók, művészek, előadók, írók, olyan témákkal foglalkoznak, amelyekkel én, és igen, vannak olyanok is, akik nagyon sokat tesznek ehhez a fajta vállaláshoz, feladathoz, és engem is erősítenek, lehet, hogy nem fizikálisan, de lelkileg, szellemiségben mindenképpen. Ahogyan mondtam, természetesen fizikális dolgokra is szükség van, hiszen nekem is kell ennem, innom, kell hol laknom, ugye? <laughs> és bizonyos anyagi körülményeket meg kell teremteni ahhoz, hogy ez a projekt működni tudjon 12. esztendeje. Hát ugye én 12 éve tartom fent ezt a programot. 12 éve működtetem, ami szerintem egy hatalmas, nagy vállalkozás, és nagyon nagy hűséget és álhatatosságot igényel, nagyon erős hűséget, és nagyon nagy álhatatosságot, ez így pontosabb. Főleg a mai körülmények között, amikor tudjuk nagyon jól, hogy hát azért az a bizonyos rendszer nem, a, az ilyen embereket támogatja, akik ugye szabadúszók, és el is mondják a véleményüket, és akik ugye nem állnak be a sorba, és még sorolhatnám ezeket a jelzőket. Tehát én azt gondolom, hogy azért szükség van olyanokra is, akik makulátlanok, akik nem adták el magukat, akik szabadon alkotnak, hát ugye ugyan én. Én azt látom, hogy akik így szabadon alkotnak, vagy mondjuk úgy, hogy szabadúszók, bár én annyira nem szeretem ezt a szót, de használjuk ezt, ők nagyon sokat tudnak hozzátenni a mai világhoz, mert ők különféle alternatívákat vázolnak fel. És ugye nem ilyen egyen mintákat adnak, és nem is ugyanazokat a szövegeket fújják, amelyeket ugye ma a médiában lehet hallani, olvasni, látni hanem nagyon egyediek. És ahogyan mondtam, kellenek ezek az egyé egyéni hangvételek, és olyanok is, akik például szeretet szolgálók, vagy beszélünk itt a civilekről, igen, akik nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy összefogják az embereket, ugye közösségeket alkotnak, rengeteg programot rendeznek. Én is nagyon-nagyon-nagyon sok civil szervezettel forgattam, a televíziós riporteri és újságírói munkám során volt olyan város, ahol annak idején éltem és dolgoztam televíziósként és újságíróként, ahol 40 vagy 44 civil szervezet volt jelen. Szerintem az rengeteg, és mindenki más-más területen működött, és ők hozták létre azokat a programokat, a rendezvényeket, lehetőségeket, amelyeket hát ugye lehet, hogy például az államnak kellett volna, de szerencsére voltak olyan lelkes és akár önkéntes emberek, akik megtették azt, amit ugye mások nem tettek meg, és lehetett rájuk számítani. És én nagyon-nagyon sok ilyen rendezvényen voltam. Hát nyugodtan kimondhatom, hogy több száz ilyen eseményen jártam, és mutattam be a munkájukat, és nagyon sokat beszélgetünk a vezetőkkel, azokkal a munkatársakkal, és ahogy mondtam, önkéntesekkel, akik egy ilyen nagyon csodálatos úttal vannak jelen. És igen, beszélhetünk azokról is, akik semmilyen csoporthoz nem csatlakoznak, és akár önállóan végzik ezeket a tevékenységeket, hogy ők is milyen sokat adhatnak. Ehhez a vállaláshoz, és egyáltalán az itteni létezéshez. Én azt gondolom, hogy igen, vannak olyanok, akik egyfajta szent utat vállalnak. És ahogyan mondtam, a szentség az számomra azt jelenti, hogy nagyon tiszták, makulátlanok, nem állnak be a sorba, nem képviselnek semmilyen oldalt, és önzetlenül dolgoznak, nagyon nagy szeretettel, tisztelettel, alázattal. És azt is mondhatnám, hogy ilyen nagyon mély belső főhajtással. Hát én is próbálok így dolgozni, tevékenykedni. Én az előadásokért nem kérek semmit cserébe, én ezeket önzetlenül adom át, ugyanúgy, ahogyan a cikkeket, az interjúkat, a fotókat, a bölcsességeket, az idézeteket. Tehát euh, tudjuk azt, hogy mennyire sokrétű ez a munka, és én azt is tudom, hogy milyen sok embert euh, fogok vagy fogunk át ezzel a, hát mondjuk azt, hogy szeretett térrel, vagy energiával. Nagyon sok visszajelzés érkezik. Megmondom őszintén, hogy szinte minden nap kapok egy-egy levelet, megkeresést, e-mailt, üzenetet, bármit, vagy akár egy-egy hozzászólást. Hát így telik 12 éve ez a munka és az én életem, bár ugye előtte is nagyon sok megkeresést kaptam, a riportok által, de most is. Az online térben, és hát azt is mondhatnám, hogy fizikálisan is, de most ugye inkább az interneten tevékenykedek, és nagyon sok visszaigazolás van, amelyeket egy időben még gyűjtöttem, és leírtam, és dokumentáltam, most már nem, mert talán eljutottam egy olyan szintre, hogy nem igazán van szükségem már ezekre a visszaigazolásokra, csak arra, hogy folyamatosan dolgozzak. És adjam át ezeket a tételeket, mert én ezért jöttem ide. De tudom azt, hogy nagyon sok olyan ember van, aki, aki másokért is teszi, amit tennie kell, tehát nem öncélúan dolgoznak, és ahogyan mondtam, egyfajta szent utat teljesítenek. Na most, ahhoz, hogy ezt az utat vinni tudjuk, én azt gondolom, hogy kellenek szövetségesek, és hát ezért ez a mai adás címe. És mondhatom azt, hogy nekem is vannak ilyen szövetségeseim, nem túl sok, néhányan. Lehet, hogy igen. Ha arról beszélünk, hogy hány szövetségese van az embernek, akkor lehet, hogy tényleg az csak néhány emberre vagy lélekre korlátozódik. Hát azt is mondhatnám, hogy ők valamilyen szempontból beavatottak. Azt nem mondom, hogy mindent tudnak rólam, mert mindent senki sem tud. Arra nagyon ügyelek. De, de sok mindent. És ők, ők segítenek. És ők hát azt is mondhatnám, hogy valamilyen szempontból ismernek, de azért azt is tudom és látom, hogy, hogy azért vannak hiányosságok, és szerintem azért százszerzelékosan senkit nem lehet kiismerni, amivel szerintem nincsen gond, az a lényeg, hogy ezt a vállalást úgy tudjuk vinni, hogy önazonos legyen. És hogy, hát azt is mondhatnám, hogy hogy soha ne meg ezt a fajta szellemiséget, és a mi személyiségünket sem. Hát én azt gondolom, hogy 12 év alatt kiderült az, hogy mi vagy én milyen úton járok, járunk. És szerintem nagyon önazonos ez az út. Én nem gondolnám, hogy az elmúlt 12 év alatt más tételeket is felvázoltam volna, vagy mondjuk úgy, hogy kicsapongtam volna és eladtam volna magam, és beálltam volna bizonyos körökbe, megtehettem volna elég sokszor, de hát akkor az ember hogyan hűséges ehhez az úthoz? Hát sehogyan. Ahogy mondtam, szerintem a szövetségesek pontosan tudják azt, hogy mi a dolguk, és ez az én életemben is így van. Voltak olyanok, akik abszolút -e felismertek, és tudták azt, hogy nekik dolguk van ebben a vállalásban. És persze ez akkor jó, ha kölcsönös, mert akkor tud működni ez a projekt. És uh, vannak olyanok, nem sokan, néhányan, akikkel elég régóta kapcsolatot ápolok, ahol ugye kölcsönös ez a viszony. És ahogy mondtam, ők is nagyon sokat hozzátettek ahhoz, hogy, uh, hogy még legyünk, <laughs> és hogy ez a program is működjön. Szerintem ezeket a közös terveket és utakat már nagyon régen megbeszéltük és lefektettük, nem ma. A lelkek egy időn túli síkon értekeznek. Tehát számukra ugye nem számít sem az idő, sem a fizikális formátum, sem semmilyen itteni akadály. És ahogyan mondtam, én már 10-12 évesen is beszéltem erről az útról, és azokról is, akik aztán szépen sorban csatlakoztak ehhez a vállaláshoz. Tehát igen, kellenek ezek a szövetségesek, kellenek olyanok, akik szó szerint így bele Kapaszkodnak ebbe a mintába, vagy mondjuk úgy, hogy együtt rakjuk ki ezeket a képeket. És még vannak bizonyos darabkák, akik és amik hiányoznak ebből a vállalásból, de mivel ezt is már megbeszéltük nagyon régen, ezért ezek az ügyek is meg fognak nyilvánulni fizikálisan, mert amit az ember lefektet szellemiségben, egy magasabb tudatszintben vagy tudatfelettiségben, az létrejön anyagban, azért, mert szükség van rá. Tehát ezekre a szent utakra, vállalásokra szükség van a Földön, fizikálisan is. De szükség van a kapcsolatokra, szükség van az összeadott energiákra, mert mi ilyenkor összeadjuk az energetikánkat, a tudásunkat, az ismereteket, az információkat és az érzéseket. És akkor ebből születnek meg, ugye, a különféle projektek, ami csodálatos. Tehát igen, tehát mondhatjuk azt, hogy szóval egyedül végigvinni ezt az utat lehetetlen. De hát ugye miért is kellene egyedül végigvinni? Én nagyon érdekes embereket válogattam egyébként magam mellé. És hát ők is igent mondtak, erre a fajta kiválasztásra, vagy mondjuk úgy, hogy egymást választottuk ki, <laughs> pontosan azért, mert annyira egy vállalásunk, meg annyira egy dologról beszélünk, meg lehet, hogy ugyanúgy, meg ugyanolyan eszközökkel, tehát akkor ott nyilván, hogy meg fog születni valamiféle kap pocs kapcsolódás, az más kérdés, hogy ezek milyen viszonyok, de szerintem itt nem is erről kell beszélni, hogy ez most baráti viszony, vagy, vagy csak szimplán ismerősök vagyunk, vagy sorstársak, vagy akármilyen más érzelmi viszony működteti ezeket az interakciókat. Szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy vigyük ezt a missziót. Hát én azt gondolom, hogy a jó Isten is valamilyen szempontból gondoskodik erről. Igen. És nem véletlen az, hogy azok az emberek, nyilvánulnak meg az életünkben akik. Mert rájuk van szükség. De én egyébként azt gondolom, hogy ez fordítva is igaz, mert ugye én mindig csak arról beszélek, hogy számomra mennyire fontosak a szövetségesek, és azok, akik az én életemben benne vannak, és hogy mennyire szükség van rájuk. Szerintem itt arról is beszélni kell, hogy mi mennyire lehetünk fontosak mások számára, és hogy azokra az energiákra is szükség van, amit én tudok átadni, vagy amit az a program amit ugye mi képviselünk. Tehát ahogyan mondtam, itt az a jó, amikor kölcsönös a viszony, és mondjuk a másik is ugyanazt gondolja, hogy neki is annyira fontos ez a dolog, és ő is ugyanannyit kap ebből a forrásból, mert igen, nekem voltak régebben, még fiatalabb koromban olyan kapcsolataim, hogy, hogy, hogy csak nekem volt fontos az a dolog. És hogy én pakoltam ebbe többet, de mondjuk a másik nem. Tehát az a, az a kapcsolat, az szerintem nagyon hamar meddővé válik, és az ilyeneket szerintem nem is kell táplálni, hát én biztos, hogy nem táplálom azt, ahol nincs kölcsönösség, és persze ez fordítva is lehet, mert voltak olyanok, akik hozzám akartak tartozni, de én nem éreztem azt, hogy nekem velük kéne kooperálni, és hát ebből nem is jön létre semmi. Hát ők mennek tovább, és akkor majd megtalálják azt, vagy azokat, akik az ő vállalásukban vannak irány. Az én történetemben ők nem kaptak szerepet, mondjuk így, és én nem is írtam meg őket ebben a történetben. Tehát itt mindig nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy hol van kölcsönösség, és hogy mennyire ismerjük fel egymást. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát én abszolút te. Tehát, ahogy mondtam, én már 10-12 évesen is nagyjából mindent leírtam, levázolt, vagy felvázoltam, és aztán élőben is fizikálisan is felismertem ezeket az embereket. Az más kérdés, hogy ők mennyire ismertek föl. Hát, hogyha nincsenek olyan tudatszinten, akkor, akkor nehezebben. De nekem az a tapasztalatom, hogy ők nagyon hasonló berkekben járkálnak, mint ahol én, és Hát voltak olyan találkozásaim. De egy biztosan, amikor rögtön abban a pillanatban felismertük egymást, amikor szembe mentünk az utcán. Tehát ez egy nagyon csodálatos dolog. Tehát, ahogyan mondtam, hogy a lelkek, úgymond a lelkek, ezt a fajta találkozást, vagy mintát és kapcsolatot és feladatot már sokkal korábban megbeszélik. Egy fentipp síkon, aztán már csak ki kell várni, hogy ez fizikálisan is létrejöjjön, azért, hogy tovább tudjuk vinni ezt az utat. Tehát nagyon fontos ezt kimondani, vagy erről beszélni, hogy itt mindig az út, a vállalás, a misszió, a szent út a legfontosabb, és az, hogy teljesítsük ezeket a feladatokat együtt. És hogy azok az emberek foglaljanak helyet ebben a szövetségben, akik tudják, hogy mi a dolguk. Találkoztam olyanokkal is, meg voltak olyanok, akik megkerestek, de, de éreztem rajtuk, hogy egyrészt nem is értik azt, hogy én miről beszélek, másrészt nem tartanak ilyen szinten, és hát velük igazából nem nagyon tudok mit kezdeni. És hát, ahogyan mondtam, nem is alakult ki semmilyen kapcsolat, mert itt egyről kell beszélni, ugyanarról. És ugyanolyan szinten kell tartani, hogy ne legyen ilyen félrecsúszás, hanem egység legyen tudatilag is, és mindenhogyan. Igen, szerintem ez a legfontosabb, hogy ezekben a szövetségekben tudati egység van. Igen. És mindenki érti azt, hogy a másik miről beszél. Tehát nem kell magyarázni. Én nem szeretem azt, amikor magyarázni kell, vagy amikor nem értenek meg. Én onnan elég gyorsan lelépek. Én nem húzom az időt. Nem húzom az időt, és és megyek tovább, és bevonzom azokat, akik meg pontosan tudják, hogy miről van szó, azért tudják, mert ahogy én mondtam, erről már nagyon régen és sokszor beszéltünk, lelki szinteken, és még akkor is a fizikálisan nem találkoztunk. De ez nem kell fizikálisan találkozni, hogy az ember tudja, lássa, és mondjuk érezze a másikat, és azt, hogy milyen közös dolgunk van. Ez csodálatos szerintem. Fantasztikus, az, hogy így is létrejöhetnek kapcsolatok, és hogy ebben a fajta szövetségben kik és hogyan vannak jelen. És az is fantasztikus, hogy ők pontosan tudják, hogy mondjuk én miről beszélek. Szóval kellene olyanok, akik, akik ismerik ezt az utat. Akik igent mondtak erre a vállalásra. És akik számára ugyanennyire fontos az a misszió, ami szerintem közös. Nagyon sok közös pont van. Ezeket fel kell fedni, rá kell jönni. Az út nem rövid, és lehet, hogy nagyon sokáig menetelünk rajta, és sok idő kell ahhoz, míg az ember mindenre rájön, de lehet, hogy pont ettől szép ez az út. Hogy vannak benne ilyen sejtelmes ügyek. De aztán szerintem a végén minden így kikristályosodik. És pontosan fogjuk tudni és érteni azt, hogy, hogy hogyan kell tovább vinni ezt az egészet. És én azt gondolom, hogy valamilyen formán mindenkinek van egy ilyen útja, vállalása, még akkor is, ha mondjuk nem ennyi embert fognak át, vagy nem előadók, vagy nem ismert emberek, és mondjuk nem egy olyan misszióval jöttek ide, hogy százezreket segítsenek, vagy akár milliókat, de útja, vállalása mindenkinek van, és szerintem szövetségese is. Csak meg kell őket találni. De én egyébként hiszek abban is, hogy így egymás felé terelnek bennünket. Az isteni erő, az isteni energia, így összetapaszt, vagy mondjuk úgy, hogy így bevonzuk egymást, mint, a mágnesek például. Hát akinek itt a helye, itt van, a többiek pedig ugyanúgy végzik a feladatukat, csak esetleg másokkal. De ahogy mondtam, szerintem egyfajta szent útja mindenkinek van. Igen. Mert mindenki adhat szeretetet a Földön. És ez a szent vállalás, hogy mindenki megmozgathatja pozitív energiákat magából, önmagából. Ez egy szent út, erre mondhatjuk azt, igen. Hogyha az ember mindig képes szeretetet adni, és így végigélni az életét, akkor biztos, hogy egy fajta szent utat vállal. Mert a bolygónak most erre van szüksége, a Földnek, hogy nagyon sok pozitív energiát szórjunk szét. És csodálatos erre rájönni ezt felismerni, és tudom, hogy egyre többen jönnek rá. Mondjuk úgy, hogy egyre több szövetséges van ebben a vállalásban. És alkothatunk egy nagy egészet, együttességet, és mondhatjuk azt, hogy igazából mindenki szövetséges. Miért nem mondhatnánk? Mondjuk ki ezt mert mindenki tehet jót, mert mindenki dolgozhat a föld felemelésért, és azért, hogy itt béke legyen. Hát az lenne a jó, ha minden ember egy célért küzdene, ha mindenki a szeretet energiájáért harcolna, azért, hogy itt kiegyensúlyozottság éljen. De sajnos azt látjuk, hogy rengeteg negatív erő van, és vannak, akik a negatív erőt képviselik. Hát jó lenne, hogyha ők is átállnának erre az oldalra, és együttesen, kézenfogva, vinnénk ezt a missziót, ha mindenki a földért dolgozna, ugyanolyan lendülettel, elköteleződéssel, hűséggel. Hát én ezt a fajta munkát támogatom, nagyon sokat beszélek ezekről a feladatokról és felvetésekről, és hát bízom bennem, hogy valamilyen szinten egyre többen csatlakoznak ehhez az aurához, lehet, hogy nem fizikálisan, mert úgy ezt nem nagyon tudjuk megtenni, és szerintem erre nincs szükség, de szellemiségben, lelkiségben mindenképpen. Mert én azt gondolom, hogy így adódnak össze ezek az erők, energiák. És ezt a fajta közeget, aurát szerintem növelni kell. Mondjuk úgy, hogy a szeretet auráját, igen, igen, ez egy uh, csodatos kifejezés. Tehát a szeretet auráját folyamatosan Tágítani kell, bővíteni, hogy még nagyobb legyen, hogy még tágasabb legyen, hogy még több ember beleférjen. És egyszer csak olyan nagy lesz, hogy majd az egész föld belefér, és akkor mindenki nyugodtan élhet, és nem lesz atrocitás, csak egyetértés. Hát milyen csodálatos volna, nem igaz? Ez lenne a Kánoán. Én szerintem ezért jöttünk ide, és ezért van az, hogy Egyre több ember ismerte fel azt, hogy szeretett szolgálattal kell itt lenni. Igen, igen, ez nagyon fontos, amit most mondok, mert az én szövetségeseim szeretet szolgálók mindenképpen. És ez fantasztikus. Annyira hasonlítanak rám, őrület. És vannak köztük férfiak, és vannak köztük nők is. És úgy nagyjából egy korosztály képviselünk, ez nagyon érdekes. Tehát olyan olyan 40-es, tehát az átlag életkor az olyan, negy, az olyan 40 körül van, igen. Vannak, akik mondjuk olyan 30-egynehány évesek, vagy inkább már a 40 felé közelítenek, vannak 40-esek, és vannak olyan 51-nehány évesek, de hát ahogy mondtam, úgy nagyjából, ha az átlag életkort nézzük, akkor, akkor igen, akkor mi a 40-es korosztályt képviseljük. <laughs> és ez tök jó szerintem. És ahogyan mondtam, nagyon-nagyon hasonlítanak rám. Nagyon egyről beszélünk. Nagyon egyfajta lelkülettel, misszióval, odaadással, és szerintem az érzéseink is nagyon-nagyon közösek. Valószínű, hogy ugyanabból a mintából merítünk. Igen, sőt, biztos vagyok benne. Ők tuti, hogy hozzám tartoznak, és ugyan mondtam, vannak, akikkel ápolok kapcsolatot, sőt, van egy olyan barátnőm, akivel szinte majdnem minden nap, és ő is valamilyen szempontból viszi ezt a vállalást, noha ő annyira nem ilyen erősen, de van egy terület, amiben nagyon közös dolgunk van. Aztán persze van még rajta kívül más is, egy-két ember. Akik itt vannak, és évek óta jelen vannak, és segítenek, és az az érdekes, hogy mindig tudják, hogy mi a dolguk. Tudják azt, hogy mikor kell jönni, mikor kell segíteni, és azt is, hogy mit. Fantasztikus. Sokszor nem is kell nekik szólni. Automatikusan jeleznek, és mondják, hogy akkor. Akkor ők jönnek, és csinálják azt a fajta dolgot, amit azért kell megtenni, hogy ez a vállalás tovább éljen. És ez a vállalás nagyon sok emberről szól. Ezt ne felejtsük el. Tehát mi nagyon sok emberért küzdünk. Több százezer hallgató van. Több százezer olyan lény, lélek, aki számára igenis fontosak ezek a gondolatok, ezek az energiák. Még akkor is, hogyha több százezre nem tudunk gyűlni, találkozni fizikálisan, de ahogyan mondtam, szerintem erre nincs szükség azért, mert az energiát így is át tudjuk adni. És aki veszi, veszi, aki meg úgy érzi, hogy nincs itt dolga, az úgyis tovább fog menni. Tehát itt nincs semmiféle kényszerítés, hogy neked csak ezeket az előadásokat kell meghallgatni, meg mindegyiket meg kell, nem kell meghallgatni. Az hallgatja meg, aki szeretné. És az merít ezekből az energiákból, akinek úgy érzi, aki, aki úgy érzi, hogy erre szüksége van. Tehát ez egy szabad projekt, igen. Mindenképpen szabadon alkotunk, így is, úgy is. Tehát ugye én viszem ezt a projektet, és minden dologtól mentesek vagyunk, ergo nagyon függetlenül és szabadon alkotunk, de ugyanakkor akik idejönnek, ők is szabadon döntenek erről, és szabadon használhatják ezeket az energiákat, ha szeretnék. Hát azt gondolom, hogy a szent úthoz ez is hozzá tartozik. A szabadság. Igen. Lehet, hogy a szentség és a szabadság egyet jelent. Hát ezen még nem gondolkodtam. De igen, azt gondolom, hogy igen. Hogy mindenkit hagyjunk meg a maga minőségében. Hogy úgy élje az életét, és úgy vigye ezt a vállalását, amilyen ő maga ahogyan ön azonos ezzel a mintával. Azt is mondhatnám, hogy az isteni minőséggel. Hát mi így vagyunk azonosak. Így is és úgy is. Mi ilyenek vagyunk, mi ezt a projektet visszük, mert én erről gondolom azt, hogy, hogy ez mutatja meg a mi lényünket, lényegiségünket. És ezzel tudjuk szolgálni az itteni életet, ami ugye nagyon nem könnyű. Ahogyan bevezettem a mai adást. Tehát ezekre a mankókra szükség van, ezekre a pontokra, ezekre a segítségnyújtásokra, támogatásokra, energiákra. Igen, ezekre az energiákra szükség van, hogy mások is táplálkozhassanak, hogy feltöltődjenek. Tehát mi energiát szolgáltatunk, mondjuk így. Szabadon, igen. És a szabad energia áramlását segítjük elő. És ebben a vállalásban, mint szövetségesek dolgozunk együtt. És egyébként mindenki ugyanilyen önzetlen ezen a területen, mint ahogyan például én. És szerintem az én szövetségeseim nagyon tisztelet tudók. A Alázatosak, és az emberekért dolgoznak. És ez fantasztikus. Ja, és ami nagyon fontos, hogy adakozók. Úgyhogy, hát igen, nyilván ezért tartoznak hozzám ők, mert, mert hasonló lelkületűek. igen. Mert egy ilyen lélekburkot képviselünk. Hát én hiszek abban, hogy az isteni mintát, a minőséget, a humánumot, a rendet, a jóságot, a szeretetet, a békét, a harmóniát, a nyugalmat, az összetartozást, a kiegyezést képviseljük. Mert mindannyian igent mondtunk erre a vállalásra, de már nem ma. Szerintem az igent az ember az örökké valóságban mondja ki. És ezek az igenek mindig élnek, mindig vannak. És ezt szerintem minden egyes percben kimondjuk. Hát én biztosan. És én mindig a jó Istenre szavazok. A világ békességére, a rendre, a humánumra, az együttességre. Így készült el 565 adás négy év alatt. És biztos, hogy lesz folytatás, mert ahogyan mondtam, még nagyon sok feladat vár ránk. És remélem, hogy a szövetségesek, akik hűségesek, és nagyon szeretetre méltók, még továbbra is jönnek velem velünk, és együtt adjuk át ezt a nagy ajándékot a világnak, a létezésnek, és annak, aki útra bocsájtott bennünket.